Jaj, ma babaim! Éljön azom nektek a kedvenc mesémet. A hófehérkéről és a hét színes filmgyűjtő törpéről. Egyszer volt, hó nem volt. A sárgó tarjani Teszkón túl. Ott, ahol a győzike só fénye kigyúl. Élt ottan egy öreg király. A lányával. Hófehérkével. Jaj, man, nagyon sukar volt ez a hófehérke. Sukarabb volt, mint bejászony. Bőre fehér, mint a hó. Átsza piros posgas, mint a 20 000-esé. De volt ennek a hófehérkének egy mostohaja, aki nagyon nem csípte a búrajat a kis csájének. Pedig hozta a nézettséget. Volt neki egy ilyen beszélő tükre a Józsefváros piacról. Hogy azt mondja, tükröm, tükröm, gyanazzad már el nekem. Van-e sokarabb csaja nálam-e vidéken? Azt mondta neki. Szép vagy, rohadjál meg! No, erre bánya úgy felmérgette magát, hogy elhatározta, hogy befácoltassa szegény hófehérkét. A vadászra bízta, hogy rándíztassa szegény csájét a devlával. De annak meglágyult az agya. Meg a szíve, amikor megérezte a gácsi bőre illatát. Azt mondta neki, szeretem a bőröd illatát, fussa a more! Skerázott is a csaje. Egyenest egy kis kunyhóig, ami egy szociális bérpecó volt. Ott látták a színes filmgyűjtő törpét. Hápci, Tudor, Victorio, Kalman, Alejandro, Ronaldinho, meg a kis lakatos kuka. Jaj, dicsák, nagyon szorgos kis törpék voltak ezek. Amerre jártak, fölpattantak a csatornafedők. Görbültek a sinek, dicsák. Hazajöttek a törpék, azt rögtön láttak, hogy valaki járt a házban. Azt mondják, Tudor, dicsák, kievett a kolbászomból. Azt mondja erre Alejandro, dicsák, ki játszott a hegedűmmel. Mire megszólalt Ronaldo is. Dick ma more, ki költött el a családi pótlékot? Azt mondta nekik erre a hófehér bula, jaj ma babáim, csóró vagyok nagyon, nincs egy fillérem se, fogadjatok ma a bengemet, én majd mosok rátok, takarítok, boldogat sütök, és cserébe néha sunázhattok is egy kicsit. Így éltek ők nagy békességben. Még az apek sem tudott róluk. Még nem egyik nap a gonosz mostoha megint illegetni kezdte magát a tükör előtt. Mire a tükör mondta neki, sukar vagyol, de tudjad meg a hófehérke sokkal jobb bulan alad. Bemérgelődött a banya, az beöltözött piaci kofának, és meg sem állott a kunyhóig. Na azt a te kezdte mondani, hogy 100 forinté kilóját az almának, 100 forinté kilóját az almának, meg hogy a hegyes erős csak egy 100-as. No, hófehérke vett is az almából, de az ahogy beleharapott, megakadt a gigáján. Azt beadta a kulcsot megőrzésre, Szent Péterhez. Na, hazajöttek a törpék, megláttak halva hófehérkét. Annyira szomorúak lettek, hogy betették egy ilyen salgótarjani öblös üvegbe. Egyszer csak arra járt egy nagyon sukar herceg, pont ilyen sukar volt, mint én. Gyönyörű szép sarga, nagy kifeliratú melegítő fősője volt. A herceg odament, megbillentette a koporsót, hogy megdighazza. Erre hófehérke torkából kijött az álma. Az felébredt. Hát úgy megijedt. Dik ma a more, fölült a csaje. Kiabált a győzike herceg. Már így hívták.
Rögtön bele szeretett a gácsiba, mert olyan sukar volt. Azt megkérte a kezét, hogy szálljon ki a koporsóból. Mert lákárta venni a méreteit. Na, úgy egymásba szerettek, gyorsan összeházasodták kint Kubába. Aztán világ körüli turnéra indultak a romantik együttessel. Azt addig éltek, amíg csak dicsek. Az én mesém is tovább tartott volna, ha hosszabb lenne. Köszönöm szépen.